Üdvözlök mindenkit! Ma ezekről a fehér pöttyökről szeretnék a leandáról két szót mondani. Hát mi nagyon sok éve tartunk leandert itthon, mikor hogy telehetetjük, de helyzet az, hogy most már annyira felgyűlt, tehát most már van vagy 10, hogy néhány darabot átvittünk egy olyan helyre, hogy lényegében egy barátomhoz, aki el tudta őket telehetetni, mert én nekem már nem volt hova pakolnom. Egy ilyen 5-10 fokos helységben, ahol van fény. Na most ez jó is, meg rossz is, ugyanis a jó az, hogy megszabadul az ember egy tehertől, a rossz az, hogy nem igazán tud ránézni, és bizony az megtörténik, hogy a tél folyamán ezt a kórokozót kihasználják. Az egyik ilyen kórokozó látható most a képen, ez pedig a pajzstetű. Na most itt mindenféle pajzstetű van, gyapjas pajzstetű, meg nem gyapjas pajzstetű, nem vagyok biológus, nem is akarok ebbe belemenni. Bár most puszta kíváncsiságból elő fogom hozni a gyerekek mikroszkópját, és megpróbálok egy-két közelit lőni ezekről a fehér pöttykökről, mert kíváncsi vagyok, hogy néz ki egy ilyen pajzstetű a valóságban. Most azt kell tudni, ugye, hogy a leanderen nyáron is van tetű, nem is csak egyféle, sokféle, meg gomba, meg mindenféle, ez rajta van, mint most is, csak annyi a különbség, hogy ez mivel állomás hozott itt hónapokig, nem igazán volt rá figyelve, nem volt permetezve, védett helyen volt, ezek a vackok elszaporodtak, és ilyen szinten fertőzött lett a növény. Most ennyire nem dobjuk el persze, valahogy orvosolni kell. De mielőtt orvosláshoz fogunk, én most ide azt hiszem, hogy bevágok egy videót, megpróbálom a gyerek mikroszkópjával megnézni, hogy hogy is néz ki ez a fehér pötty a valóságba, vagy illetve pontosabban, hogy ki van, vagy mi van a fehér pötty közepén. Úgyhogy akkor nézzük meg együtt. No, játék mikroszkópon ennyit lehet. Ez most 200-szoros nagyítás. Látszanak a kis állatkának az oldalán a szőrök. Kicsit megpróbálom visszavenni a nagyítást. És akkor lassan meg fog jelenni az egész feje a kis fickónak. Na így, és akkor egy icipicit megpróbálom úgy mozgatni, hogy a fejét is lássuk. Nem egyszerű, mert 200-szoros nagyításnál egy icipici mozgatás is sok. Na hát itt van a kis szőrös buci feje a tetőnek. Pajzstetű, az már biztos. Megpróbálok még egy teljes képet is lőni róla, egy pillanat. No, most visszavettem a nagyítást 50-szeresre, és látszik a pajzstetünknek a teljes teste. Oldalt az icipici szőrök is. Hadd lássam csak, ha egy kicsit mondjuk egy 10-szeres nagyítást még megpróbálok itt elkövetni, és a fókuszt is belőni hozzá. Hát sokkal jobb nem lesz. Lényeg, ami lényeg, ő az ellenség az egyik. Mert ugye nem csak ő van a növényem. No, akkor térjünk rá, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. No, hát láthattuk, hogy ez a pajzstető ez nem egy szép állat, és nem hiába hívják pajzstetőnek, tényleg úgy néz ki, mint egy hosszúkás, megnyúlt pajzs. Most az ember figyelmesen megnézi a leveleket, akkor azt fogjuk látni, hogy van amelyik fehér, meg van amelyik ilyen barna, tehát nincs rajta ez a fehér. Ez azért van, szerintem, nem vagyok még egyszer mondom biológus, de szerintem egyszerűen azért van, mert nem mind gyapjas tetű, van amelyik gyapjas tetű, van amelyik nem gyapjas tetű, tehát van ezen most minden. Az összes ilyen kártevővel az a gond, hogy nagyon nehéz megszabadulni tőle, mert nem csak a növényen van, hanem a földjébe is. Tehát lent a cserép is tele van ezekkel az élősködőkkel. Most meg lehet tisztítani, de ezek vissza fognak mászni a növényre. Tehát nem tudom, hogy pontosan, hivatalosan mi lenne az ajánlott módszer, de én hogyan fogok eljárni, azt tudom ezzel a növényel, és ezt szeretném most két szal megmondani. És eddig években is ezt csináltuk, és lám még élnek, tehát akkor csak nem volt olyan rossz ez a politika. Tehát először is én most van egy ilyen 2 literes spriccolós permetezőm, azt meg fogom rakni szappanos vízzel, mosogatószeres vízzel.
Kimegyek, és az egész növényt azzal jól bespriccolom, de úgy, hogy csöpögjön róla mindenhol. Ha ez megvan, várok egy olyan 20 percet, aztán kijövök, és egy ilyen kis kézi mosogató szivacsal, szintén szappanos vízzel letörlöm, amit látok, meg amit tudok a levelekről. Sziszi-fuszi türelemmunka, egy csomó időt fog igénybe venni, de tapasztalatból mondom, hogy hiába öljük meg ezeket a férgeket, itt maradnak a levélen, és iszonyat ronda látvány, mint olyan. Úgyhogy mindenképp egyszer meg kell valahogy próbálni mechanikailag megszabadítani, legalábbis a nagy részüktől. Na most, ha ezt a mosást megcsináltam, jól lemostam, és eltüntettem innen őket, ugye szappanos vízzel megvárom, míg az egész megszárad, és utána jön a permetezés. Na most a legjobb volna persze kombi permetezés, ugyanis ezen a növényen most van gomba is, meg van atka is, meg van pajstető is, még akkor is, ha ezekből mi nem látjuk mindegyiket. Na most mit fogok én ehhez használni? Tehát én legtöbbször ezt a készítményt szoktam használni, ez egy mospilán nevű szer. Megpróbálom egy kicsit a kamerát feljebb emelni, csak egy pillanat, és akkor jobban tudok mutogatni. No, szóval én egy ilyen mospilán nevű szerrel szoktam ledolgozni az egészet. Ez lényegében 2 liter vízben feloldandó, és itt jön a poén, hogy fel is oldok 2 litert. Lehet beletenni egy kis gombolőszert is, abszolút nem hiszem, hogy ártani fog bárkinek, sőt, szerintem van ezen gomba is bőven. Én egyszerre 2 litert szoktam feloldani, tehát egy ilyen flakonba beleteszek szépen 2 litert, egy ilyen kékes színű folyadék ez a mospilán. És ezzel aztán, mikor jó megszáradt a növényem, akkor ledolgozom, de jó alaposan. Ez egy felszívódó permetszer, a növény lényegében a levelébe beszívja, és onnan aztán a kártevők, ha szipákolni kezdenek, akkor általában beledöglenek, legalábbis reményeink szerint. A baj csak az, hogy ugye ez bizonyos ideig hat, ez az egyik, a másik pedig, hogy tehát nem minden kis rovar most életképes. Ugye itt vannak olyanok, amik még a szaporodás különböző stádiumában vannak, tehát van olyan, amelyik még nagyon idézőjelbe kölyök, van olyan, amelyik már aggastyán, és van olyan, amelyik középkorú ilyen pajstetű. Éppen ezért ezt meg kell ismételni. Tehát körülbelül egy olyan kövér hét múlva, 10 nap múlva még egyszer lefújom mospilánnal, és mivel 2 litert lehet bekeverni egy ilyen kis 1,5 g-os zacskóból, azt csinálom, hogy bekavarom egyszerre a 2 litert, ledolgozom alaposan, aztán a flakont jól lezárom, és 10 nap múlva előveszem, és megint ledolgozom az egészet mospilánnal. Na most, ha vannak ilyen kételyek, hogy ne fújjuk már méreggel a leandert, meg ilyen dolgok, badarság. A leander egy mérgező növény, aki nem hiszi, rágjönne egy levelet, és majd meglátja, hogy mi lesz, ez egy iszonyatosan mérgező növény. Nem, viccből mondtam, nehogy valaki tényleg elrágjon egy levelet. Ez egy mérgező növény, tehát most tényleg egy kicsivel több méreg, vagy kevesebb méreg neki már nem árt. A lényeg az, hogy a permetezést azt ne benne a házba végezzük, mert amúgy a mospilán az egy erős méreg, tehát szervezetünk nem fog neki örülni. Úgyhogy ez az én módszerem, tehát lemosás, szappannal, utána egy kis szivacsal ledörgölöm a leveleket, mert nagyon ronda marad, még egyszer mondom, tapasztalatból mondom, és utána ledolgozni minimum 2-szer, de ha marad, akkor 3-szor, ilyen 7 nap, 10 nap körülbelül a két permetezés között mospilánnal, és mire megjön a tavasz, és megnyírjuk a kis leandert, mert ezt ugye meg kell ezt majd nyírni, addigra nagyon szépen megtisztul. És nagyon-nagyon fontos, ezt el is felejtettem mondani, és nagyon fontos, hogy a földet is permetezzük. Tehát mindannyiszor, ahányszor a növényt permetezzük, alaposan lepermetezzük a cserepet is, a földet is a növény alatt. Nem fogjuk tudni mindet valószínűleg megölni, a földbe főleg, de azért a nagy részét igen. Tehát életképes lesz, és nem lesz semmi gond. Tehát mielőtt eljutnánk oda, hogy tavaszi földcsere, meg ilyesmi, ezt érdemes elvégezni, hogy minél kevesebb ilyen dögöt vigyünk át majd az új friss földbe, illetve a metszés előtt még ezt megint csak érdemes elvégezni. Levelek, amik lehullanak, dobjuk el, minél messzebb, én bele szoktam tenni, ott látszik is a földön ott egy zacskó, ha hullik le levél, abba a zacskóba belegöngyölöm, és be a kukába, és menjen el a háztól, tehát nem dobom komposztra, nem szabad. Egyrészt azért, mert mérgező a leander, másrészt, mert
csak terjeszteném a betegséget, tehát semmi értelme nincs. Arra kell még ügyelni, főleg nekem is ugye itt van most mellette a más ugye házban tartott növények, ugye például a pálmák, ez a nyavajás pajstető ez a pálmát is támadja, úgyhogy kell ügyelni, ilyen állapotba közel ne tegyük pálmához, meg semmihez, minél hamarabb ezt el kell végezni, amit mondtam. Na most, aki nem tudja kint csinálni, akkor az a fürdőkádba szappanos vízzel alaposan mossa le, és utána, mit tudom én, egy teraszon mospilános, lehet más vegyszert is használni, még egyszer mondom, én ezt használom, de lehet aztán bármilyen felszívódó, ilyen tetőölő szert használni. Akár olyan kombit is lehet vásárolni, árulnak olyan kombi permetszereket, hogy adkár a tetőre és még gombára is, tehát akár egy ilyet is meg lehet vásárolni és ezzel lefújni. Nem árt neki, adka tető biztos van rajta dögéve, ezen most rettenetesen, tehát ilyen szinten fertőzött Leandert még hála a jó Istennek, mi nálunk nem láttam, de hát egyszer mindennek eljön az ideje. No, köszönöm a figyelmet, és akkor viszont látásra! Thank you.